A Magyar Ápolók Napját ünnepelték 2016. február 25-én a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetben. Az országgyűlés 2014-ben nyilvánította február 19-ét Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját a Magyar Ápolók Napjává. Kossuth Zsuzsanna Kossuth Lajos legfiatalabb húga volt, aki az 1848-49-es szabadságharcban a sebesült katonák ápolását vállalva fáradhatatlanul járta az országot, hogy a betegellátás egyre rosszabbodó feltételein javítani próbáljon. Ő volt Magyarország első országos főápolónője. A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet ünnepségén egy bronzplakettet avattak fel Kossuth Zsuzsanna tiszteletére, melyet dr. Stankovics Éva főigazgató és Bugarszky Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke lepleztek le. A dombormű Lacik Csaba szobrászművész alkotása. Nagyon értékes ember volt, mert ő olyan valamit tett, hogy másoknak adott, és olyan embereknek adott, akik tényleg rászorulók voltak erre a segítségre. És így utólag nagyon örülök neki, hogy elkészítettem a domborművét, mert próbáltam én is valamit adni, valami hasonló szépet, de nyilván sokkal kevesebb ez, mint amit a Kossuth Zsuzsanna adott. Az ünnepségen Vörös Marti Attila, az Albert Schweitzer Kórház ápolási igazgatója a 60-i ápolók missziós nyilatkozatát olvasta fel. Mi? A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet szakdolgozói fogadalmat teszünk, hogy hivatásunk gyakorlása során a ránk bízott embereknek mindenkor a szükségleteiknek megfelelő holisztikus szemléletű ápolást, ellátást nyújtunk. Az emberi élet és a méltóság tiszteletbe tartásával. Az ápolói hivatásunkat mindenkor a legjobb tudásunk, a szakmai és az etikai szabályok szerint gyakoroljuk. Felelősséget vállalunk az általunk nyújtott ellátásokért, beavatkozásokért, a szakmai fejlődésünkért. Tesszük ezt az emberi élet iránt érzett mélységes tisztelettel és önzetlen alázattal. Fekete Lászlóné nyugalmazott főnővér, aki több évtizeden keresztül gyakorolta hivatását a 60-i kórházban, Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből szavalta el a szeretet himnuszát. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjen bár az összes titkokat és minden tudományt. Legyen akkor a hitem, hogy hegyeket mozgassak. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek, s vessem oda testem, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használnékem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáit. Haragra nem gerjed, a rosszat fel nem rója. Kossuth Zsuzsanna emlékplakettjét Bazsó Judit, a Magyar Ápolási Egyesület Heves megyei elnöke, és Sinka Józsefné, a Magyar Ápolási Egyesület 60-i elnöke koszorúzták meg. Az ünnepség folytatásán a járóbeteg szakrendelő aulájában elsőként köszöntötte a megjelenteket Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, akit 2015-ben Heves megye tiszteletbeli ápolójává fogadtak. Örömmel jövök mindig, amikor önök meghívnak, hogy ezt a szép napot együtt tudjuk ünnepelni. Olyan jó esőérzés, és úgy mindig úgy elgondolkodtad, hogy már megint egy év eltelt, hogy egy év olyan gyorsan elrohan, és hát az önök által végzett tevékenység, az az alázattal való szolgálat, amit önök tesznek, az is mutatja, hogy minden nap fölkelünk, minden nap elvégezzük a dolgunkat, és valahogy mintha észre se vennénk, hogy a kötelezettség, azaz a kötelezettséggel elvégzett munka, amit önök végeznek, az milyen gyorsan eltelt, és itt van immáron egy év megint eltelt.
Megköszönte az ápolók, szakdolgozók áldozatos munkáját dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója is. Nem működne az egészségügyi intézményrendszer, hogyha az ápolás szakma nem olyan elhivatottsággal, nem olyan meggyőződéssel, kitartással, hűséggel végezni a munkáját, ahogy végzi. Tudjuk azt is, hogy van szakember hiány, sajnos ez növekszik, mi mindent elkövetünk, higgyék el, akár az egészségügyi kormányzat, de az intézményvezetők is a mi kompetenciánkon belül, hogy a kollégáinkat itthon tartsuk, hogy a szakdolgozóknak egy megfelelő életpályamodellt, egy megfelelő perspektívát nyújtsunk, mert nagyon fontos lenne, hogy az országon, a hazánkon belül tartsuk az ápolóinkat, a munkatársainkat, mert még egyszer mondom, önök nélkül a rendszer nem működne. Nagyon-nagyon sok pluszt hozzátesznek ahhoz, hogy ez az egészségügyi ellátórendszer úgy működik, ahogy működik ma Magyarországon. Bugarszky Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke beszédében kiemelte, hogy az országban számos helyen ünneplik a Magyar Ápolók Napját, melynek története, célja és küldetése is van. És büszkék vagyunk arra, a Magyar Ápolási Egyesület elnökségében, hogy az első lépést megtehettük ennek az ünnepnek az elismerése irányába. Aztán minden ünnep hozott valami eredményt, még végül sikerült eljutni oda, hogy 2014. februárjában a Magyar Országgyűlés közjogi elismeréssel, illetve ezt a napot az összes magyar ápoló ünnepévé, nem csupán a Magyar Ápolási Egyesület ünnepévé tette. Ezután sorra követte az ország számos kórháza, intézménye ennek a napnak a megünneplését. Ez a történet. Mi volt a célja? A célja az volt, hogy a magyar ápolóknak biztosítsunk egy olyan ünnepet, ahol az erkölcsi elismerést is megkaphatják az áldozatos munkájukért, amit nap mint nap vállaltak. A célja az volt, hogy ápoljuk Kossuth Zsuzsanna emlékét, és ennek tanúbizonyságát láthattuk az imént, amikor felavatásra került ebben a kórházban is Kossuth Zsuzsannát ábrázoló dombormű. Aztán, hogy mi a küldetés? Hát addig még azt hiszem tennünk kell sok mindent. Az lenne a küldetése, hogy a magyar társadalom ismerje meg ezt a napot. Tudja azt, hogy ezen a napon, a 365-ből, ezen az egy napon egy picit gondoljanak az ápolókra. Gondoljanak arra, hogy egyszer mindenkinek szüksége lehet arra az áldozatos munkára, amit önök nap mint nap a betegek érdekében, a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében végeznek. Az ünnepségen az életpályamodellről, az ápolói hivatás fontosságáról, emberközeliségéről és lélektani szerepéről Salcerné dr. Hók Mária, Bergström díjas független tanácsadó tartott előadást, majd a 60. Kocsis Albert Zeneiskola növendéke Kátai Krisztián örvendeztette meg hegedű játékával a rendezvény résztvevőit. Az ápolói hivatást választók megbecsülésének kifejezéseként sor került a megyei kitüntetések átadására is. A Magyar Ápolási Egyesület ezüst kitűzőjét vehette át Lilinger Zsuzsanna osztályvezető főnővér, a Mátrai Gyógyintézet kardiológiai rehabilitációs osztályának munkatársa, Kerek Istvánné, a Gyöngyösi Bugát Pál kórház szülésznője, és Tihanyi Tiborné, a 60. Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet traumatológiai osztályának ápolónője. Az ünnepséget a 60. Széchenyi István Római Katolikus Középiskola diákjainak műsora egészítette ki. Ha az ápolásról beszélünk, általában két személyt említünk. Az angol Florence Nightingale-t, az ápolóképzés kiemelkedő alakját.
Nem csak a betegápolás etikai alapjait teremtette meg, de küzdött az ápolói hivatás képviselőinek anyagi és erkölcsi elismeréséért is. Magyar vonatkozásban pedig Kossuth Zsuzsannát, akinek nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli. Ő volt hazánk első országos főápolónője. Az ápolói hivatás hitvallását a következőkben fogalmazta meg. Egy legyen bennünk az akarat felkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt. Tisztelettel és köszönettel gondolunk mindenkire, aki az ápolás területén dolgozik. Kívánjuk, hogy kitartásuk, lendületük, emberszeretetük adjon erőt és hitet munkájukhoz. Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kislépések művészetére. Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában időben rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat. Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy csupán másodrangú fontossága megítéléséhez. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben minden simán kell, hogy menjen. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, melyek révén növekedünk és érlelődünk. A Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett eseményen a szakmabeli elismerések mellett egy másik különleges kitüntetéshez is gratuláltak 60-ban. Február 22-én a Dunapalotában megrendezett központi ünnepségen a Magyar Ápolási Egyesület a tiszteletbeli ápolók sorába fogadta dr. Stankovics Évát, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet főigazgatóját. Ezt a címet évente egy alkalommal adja át az Egyesület egy-egy olyan személynek, aki az ápolás területén jelentős eredményeket ért el, illetve ennek fejlődését elősegítő kiemelkedő közéleti tevékenységet folytat, vagy az Egyesület javára különleges szolgáltatásokat teljesít. Kitüntetéséhez gratulálva dr. Stankovics Évát az intézmény dolgozói is köszöntötték a helyi rendezvényen. A minisztériumi ünnepségen több mint 30 éve végzett példás ápolói munkájáért miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Márta Józsefné, a 60-i kórház krónikus és rehabilitációs osztályának ápolója is. Ehhez a kitüntetéshez szintén gratulált az intézmény. Az ünnepség végén neves zenészek tolmácsolásában felcsendült a 60-i ápolók dala is, Útra való címmel, melyet Szabó Levente előadó művész zeneszerző írt. A közönség ezt a dalt a Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett eseményen 60-ban hallgathatta meg elsőként. Nappalok, hosszú éjjelek után minden léptünk, árnyék csak csupán. És ha nevet sem tudják, attól szép az egész, ismeretlen jó tevőként élsz. Sok életért nyújt az kezed, más és más, és sokszor rajtad múlik, ilyen ez a folygatás. Bárhogyan is élsz, bármerre is jársz, ha bajban vagy, mindig megtalálsz. Ha a mélyben zuhannál, te segítséget kér, elkap majd pár erős kemény ész. Az kezed s fogja más, és sokszor